November 13-át az országgyűlés 2011-ben nyilvánította a magyar nyelv napjává, lehetővé téve, hogy évente egyszer a közfigyelem ráirányuljon a magyar nyelvre, amely kulturális örökségünk része és nemzeti identitásunk alapja. Nyelvünk legfőbb szellemi örökségünk, amelyet gyermekeink visznek tovább. Nyelv, mint olyan, az része az életünknek, nap mint nap használjuk, és szükséges ahhoz, hogy boldogulni tudjunk az életben, tanulásban, munkában, és hogy megoszthassuk a barátainkkal a gondolatainkat. A Makói Általános Iskola Bartók tagintézményében a Magyar Nyelv napjára emlékezve mesemondó délutánt rendeztek. Az eseményen azok az alsó tagozatos diákok meséltek, akik az iskolai és városi mesemondó versenyen indultak. Az iskola 5 osztályából 20 gyermek mondott mesét szüleik nagy örömére. Legnehezebb dolguk talán az elsősöknek volt, akik még nem tudnak olvasni, így szüleik és tanárnőjük közösen segítette őket. János Remete, az a címe. Az, hogy van egy ember, akit azt hiszik, hogy buta, közben nem is buta, és az fog kiderülni a végén. Milyen mesével készültél? Móra Ferenc a király kenyere. Elmeséld nekünk, miről szól? Arról szól, hogy a király bosszankodik, mert elfogyott a pénze, meg a kenyerének sincsen bele. Másnap aztán felkerekedett az egész nyúl család, elmentek a szarkához, virágokkal engesztelték, és nyúlanyú felkérte, legyen az orvosa az egész családnak. Attól kezdve megfogadták minden tanácsát Szarka doktor bácsinak.